Hello! Üdv mindenkinek, ez a Negatív Zero második adása, én továbbra is JC vagyok. Beszéljünk ma a Star Citizenről, erről a rendkívül sikeres közösségi finanszírozású programról, amelyet 2012 végén kezdett el fejleszteni Chris Roberts és csapata. Aki nem lenne képben a történelmet, illetve annak annyit el tudok mondani, hogy Chris Roberts volt az a fejlesztő, akinek a hatalmas sikerű Wing Commander sorozatot, illetve a Starlancert és a Freelancert köszönhetjük. Ezek mind űrszimulátorok voltak, vagy olyanok, amelyek nagyon a sztorira összpontosítottak, mint például a Wing Commander, vagy olyanok, amelyek tulajdonképpen egy sandbox típusú játékok voltak, mint a Starlancer és a Freelancer. Tehát beülhettünk a kis hajónkba, és bebarangolhatunk az univerzumot, kereskedhettünk, harcolhattunk, szinte egy kis saját céget kell tulajdonképpen vezetni benne. Visszatérve a Star Citizenre, 2012 végén több mint 2 millió dollárt sikerült összegyűjtenie Chris Robertsnek erre a játékra. Különlegesége az volt, hogy a Kickstarteres időszak végén nem állt le a pénzgyűjtés, hanem a mai napig lehet adakozni a játék hivatalos honlapján. A mennyiség jött eddig összegyűjteni? Mindenki kapaszkodjon meg, több mint 52 millió dollárt sikerült eddig begyűjteni a játékosoktól, és ez naponta több tízezer dollárra emelkedik ez az összeg. Egyszerűen hihetetlen, nem is értem, hogy hogyan lehetséges ez. Ennek én is örülök, persze, ne tessék felejteni, én is fizettem be egy kis pénzt. Csak egyszer nem értem, hogy egy ilyen kihaltnak titulált műfajban készülő játék hogyan képes ennyit összegyűjteni, amikor állítólag azért nem készül már több éve ilyen stílusú játék, mert hogy nincs rá kereslet, a kiadók ezért nem finanszírozzák. Egyébként ebből is látszik, hogy mekkora hazugság és mekkora hülyeség az, hogy bizonyos műfajok kihaltak, miközben igenis van rájuk kereslet, lehet, hogy nem 1 milliárd dolláros kereslet, mint a Call of Duty esetében, de egy reális célt ki tudnának tűzni a kiadók és finanszírozhatnak ilyen játékokat. Na de visszatérve a projektre. Azért abban, hogy ilyen nagy sikerű lett ez a pénzgyűjtés, ennek nagy szerepe van abban, hogy Chris Roberts egy nagyon jó üzletember. Tehát úgy alakítja a projektet, olyan célokat tűz ki, amelyek nagyon kecsegtetőek a felhasználók felé, akik persze szeretnék, hogy minél jobb, minél nagyobb legyen a Star Citizen, és ezért hajlandó újabb és újabb hajókat megvenni, újabb kiegészítőket megvásárolni a játékhoz. Ugyanis már lehet most a játék megjelenése előtt valódi pénzért hajókat venni, több száz dollárért, néha több ezer dollárért, ami mondjuk felveti azt a kérdést, hogy nem lesz-e gond a pay to win jelenség, tehát hogy ha elindul a játék, akkor lesznek azok a játékosok, akiknek baromi jó hajóik, rombolóik lesznek, mert ők megvették saját pénzen. Míg ott lesznek az a játékosok, mint például én, aki a legalapabb csomagot vette csak meg a játékban. Nekem a játékban kell majd összegyűjtenem a pénzt arra, hogy ilyen felszerelést tudjak vásárolni, ami persze lehet, hogy több hét vagy több hónap munkája lesz. És közben, hogyha összetalálkozok olyanokkal, akik pedig extra saját pénzen vásárolt hajókkal jönnek, akkor szépen elkerik az arcomat, ami lehet, hogy utána frusztráló lesz. Tehát ez egy probléma. De hozzájárul ahhoz, hogy ilyen sok pénzt gyűjtsön össze ez a projekt, ez kétségtelen. A másik nagyon jó taktika Chris Roberts részéről, hogy újabb és újabb úgynevezett stretch goalokat tűz ki. Tehát mindig van egy cél, hogyha most például összejön a 53 millió dollár, akkor javított mesterséges intelligencia lesz a játékban, amit persze mindenki szeretne, ezért újabb és újabb dollár százakat, ezreket dobnak Chris Roberts fejéhez, hogy igenis valósítsa meg ezeket. Ezzel részben nincs is gond, hiszen tényleg, hogyha olyan játékelemeket raknak be a Star Citizenbe, ami szükséges, akkor arra hagyunk pénzt, gyűjtenek pénzt, semmi gond. A probléma ott van, hogy ahogy végignézzük, hogy milyen célokat tűztek eddig ki, hihetetlen, hogy milyen ambiciózus lesz az a játék, és őszintén megmondom, nem vagyok biztos benne, hogy ezt meg tudják valósítani. Lesz benne FPS mód, tehát nem csak űrhajókat fogunk harcolni, hanem ki tudunk szállni a hajókból, és elfoglalhatunk egy másik hajót, egy hatalmas anyahajót, úgyhogy kiszállunk, fogjuk a lézerfegyverünket, vagy ami lesz, és akkor szétlőjünk mindenkit. Ami tök jó, csak éppen egy űrszimulátor nem erről szól, és nem lesz egyszerű szerintem bele szűni ezt a játékelemet a többi közé. Egy másik ilyen szerintem hülyeségnek tartott stretch goal, vagy cél, hogy saját nyelvet fognak kapni bizonyos fajok, tehát autentikusan, igazi nyelvészekkel kidolgozott nyelven fognak megszólalni, ami szerintem teljesen felesleges pénz és idő pazarlás,
mivel egy játékos nem fogja értékelni, és nem is fogja érteni, hogy mi a különbség egy nyelvészek által kidolgozott nyelv, vagy egy teljesen hasonlítésszerűen kidolgozott halandzsa nyelv között. Egy is egy valódi nyelv, teljesen mindegy, hogy hogyan szólal meg. Persze, tök jó, hogy kitalálnak ilyen érdekes dolgokat, de ezeket tartogassák egy kiegészítőhöz, vagy DLC-hez, hogyha azokat akarnak készíteni. De először legyen egy alapjáték, egy stabil alap. Hát ha ez most így megy vég nélkül, hogy mindig kitalálnak egy újabb elemet, amit bele akarnak rakni a játékba, akkor még 5 év múlva se fogjuk a kezünk közé venni. Vagy ha be is fejezik, akkor nem lesznek kidolgozottak ezek az elemek, hanem lehet, hogy az FPS mód tök agyi lesz. A szimulátor részt is elszúrják, mivel inkább az FPS módra próbálnak erőforrásokat átcsoportosítani, de közben meg mind a kettőt elszúrják, ami elég dühítő. Összehasonlításképpen ott van az Elite Dangerous, ami egy hasonló, ez is egy űrbeli szimulátor, ahol lehet kereskedni, kalózkodni, harcolni, stb. Mert David Braben, szintén legendás űrszimulátor fejlesztő készít, szintén közösségi finanszírozással, csak éppen kevésbé ambiciózus, és, de ennek lehet nagyon jól néz ki, és már beta állapotban van, mindent ki lehet próbálni, hogyha befizeted rá a pénzt. Ezzel szemben a Star Citizenről azt láttuk, hogy van egy aréna mód, amiben lehet egymás ellen harcolni. Tehát itt is megszívják azok, akik nem vettek valami hiper-szuper hajót a saját pénzükből. Fel, ha csak a kezdőcsapatot választod, mint én, akkor esélyed sincs az aréna módban. Láthatsz egy hangát a Star Citizenhez, és lényegében ennyi. Bízunk benne, hogy a játék többi része is fejlesztés alatt áll a háttérben, és lesz olyan jó, amilyennek szeretnénk, amikor végre megjelenik. Mindezzel a anyázásra persze nem azt akarom mondani, hogy én nekem nem tetszik az a játék, vagy nem örülök neki, hogy ilyen sok pénzt gyűjtözek össze. Csak jó lenne, hogyha már elérnék azt a pontot a fejlesztők, amikor azt mondják, hogy ennyi elég volt, akkor ne ígérkessünk többet felelőtlenül, hanem koncentráljunk arra, amit eddig beígértünk, és akkor azt megvalósítjuk. Ennyit szerettem volna elmondani erről a témáról. Találkozunk legközelebb egy újabb érdekességgel. Sziasztok!